Tavaly közel 30 ezer látogatója volt a Kisvárdai Lesz Festnek, a szervezők azonban idén még több vendégre számítanak. Ezért a háromnapos rendezvényen 6 színpad biztosítja majd a helyszínt közel 120 fellépőnek, vagyis több mint 1000 zenésznek. Idén Győrből is érkeznek bulizni vágyók, ez pedig nem csak a fejlődést bizonyítja, hanem azt is, hogy a fesztivál komoly turisztikai attrakciót jelent Kisvárdának. Tavalyhoz képest több a külföldi nagynevű világsztárnak mondható előadónk, itt a Skindredre, Mick Warrenre gondolok elsősorban. Mick Warren ugye egy világszerte ismert és nagyon régóta ikonnak számító DJ, a Skindredet pedig, aki játszott már Need for Speed-del, és nem ismerek olyan embert, aki ne játszott volna Need for Speed-del, végig a Skindred zenéjét élvezhette alatta, tehát ez szerintem egy nagy szó a fesztivál életében, de ettől fontosabbnak tartom azt, hogy gyakorlatilag a teljes magyar hazai élvonal, illetve a aki érdekes és jó zenét játszik, az ott lesz a fesztiválon. Világzenei fellépőkben sem szűkölködik idén a fesztivál, helyet kap a színpadon a Besodrom, Ferenci György és a Racka Jam, valamint a Csángáló zenekar. A retró szerelmesei pedig Korda György és Balázs Klári, a Happy Gang vagy épp az Álmokfutók slágereire is bulizhatnak majd. A rendezvény ráadásul idén beállt a tematikus fesztiválok sorába is. Elkezdtünk ötletelni. Így megszületett a gondolat, hogy akkor már 2018-ban legyen egy tematikus fesztiválunk, amely a Csodaország, és minden ebben minden olyan dolgot bele lehet foglalni, amelyről csak álmodunk, amely csak a képzeletünkben létezik, és ezt próbáljuk majd valahogy a valóságban színpadra vinni, vagy éppen csak az emberek közébe csempészni statisztákon keresztül. Közel 50 statiszta fog folyamatosan a nézők között járkálni, beszélgetni és fotózkodni, a Léznak, a Bádog embernek vagy a Vörös királynak öltözve. A karneváli hangulatról gólyalábasok is gondoskodnak majd.